Balázs Andi visszaköltözött a szerelméhez. A színésznő hatalmas áldozatot hozott, hogy megvédje a kollégáit. A kedvessel megfertőződött a koronavírussal, ezért elköltözött otthonról. 2 héten át nem találkozhatott a szerelmével, de ez csak megerősítette a kapcsolatukat, most végre újra romantikázhatnak. Balázs Andi kihívásokkal teli időszakot tudhat maga mögött. A kedveséről, Gáborról 2 héttel ezelőtt kiderült, hogy megfertőződött a koronavírussal. A színésznő akkor lapunknak elmondta, hogy bár októberben ő maga már átesett a víruson, ennek ellenére úgy döntött, 19 év után elköltözik a párjától. Tette mindezt azért, mert gőzerővel dolgozott egy különleges filmen, amely Karinthy Frigyes és Böhm Aranka szerelmének állít emléket, és nem akarta veszélybe sodorni a kollégáit. Éppen aznap intéztem el a nagy bevásárlást, amikor megkaptuk a teszt eredményét, így Gábornak mindene megvolt, amire csak szüksége lehetett. Minden nap beszéltünk és folyamatosan tájékoztatott az állapotáról, szerencsére komolyabb tünetek nélkül megúszta, mondta Andi, aki a külön töltött idő alatt több barátját is meginvitálta az ideglenes otthonába. Negatív teszttel jöttek, mindegyikük felelősségteljes. Tette hozzá a színésznő, aki bizonyos szempontból élvezte ugyanaz új helyzetet, de már nagyon vágyott vissza a családi fészekbe. Eddig is nagyon szerettük egymást, de ez a fajta távkapcsolat csak megerősített minket abban, hogy mi már végérvényesen összetartozunk. Olyanok voltunk, mint a tinik, már nagyon vágytunk egymás társaságára. Rettentően örültem, amikor Gábor egyik este elmondta, hogy negatív lett az utolsó tesztje, osztotta meg örömmel. Andi ekkor már nagyon izgatott volt, hogy végre hazaköltözhet, de ezt még 2 napig nem tehette meg, mivel a forgatás végéig a belvárosi lakásban maradt, szerelme azonban már meglátogathatta őt. Annyira jó volt újra megölelni Gábort, ez erőt adott ahhoz, hogy végigcsináljam az utolsó napot is. Másnap pedig búcsút vettem a belvárosi kéglitől, és hazamentem az én kis falkámhoz. Fejezte be a színésznő, aki az optimizmusának köszönhetően vészelte át ezt az időszakot. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.